Köszöntöm kedves nézőinket Sipszó után című sportmagazinunkkal. Magabiztos győzelmet aratott a KKC női együttese a bajnokság harmadik fordulójában, a Solt-Vadkert ellen. A lányok az újabb két ponttal jelenleg vezetik a tabellát. Női kézilabda csapatunk a bajnokság harmadik fordulójában hazai pályán fogadta a Solt-Vadkert együttesét. A fiatal játékosokkal pályára lépő KKC magabiztos 26-20-as győzelmet aratott vadkerti ellenfele felett. Nem sikerült, erre készültünk is. Bíztunk azért magunkba, de majd a visszavágón megpróbáljuk meglepni a kalocsát. Visszajöttünk hatra, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez szép eredmény, főleg, hogy tudjuk, hogy a kalocsa bajnokságot szeretne nyerni. Úgyhogy gratulálok nekik, nagyon szépen játszottak, de szerintem mi is, úgyhogy ebből majd próbálunk építkezni, meg a továbbiakban javítani a hibáinkon. Sok fiatal játékos van a Vadkerti együttesben is. Igen, fiatalodtunk, jó páran elmentek a csapatból. Azért maradtak sokan az előző szezonból. Próbálunk mi is fiatalítani, mert ugye öregednek ki a játékosaink, úgyhogy most így ezzel a felállással próbálunk helytállni. Most egy idegenbeli mérkőzés után otthon következik az összecsapás. Sajnos nem, mert a csarnokunkat felújítják, ezért az összes meccsünket idegenben játsszuk. Úgyhogy majd tavasszal fogunk otthon játszani. A Mizsével játszunk majd, jövő héten szabad hetünk van, úgyhogy utána hétvégén. Mekkora hátrány ez a csapatnak, hogy nem a saját megszokott játékos helyén játssza a mérkőzéseket az együttes? Szerintem ez nem mindenkinek fontos. Persze a hazai pálya azért csak hazai pálya, a szurkolókat tekintve is más ugye a helyzet, de úgy vagyunk vele, hogy most idegenben kell megcsinálnunk, amit tudunk. Milyen célokat tűzött ki az együttes maga elé a bajnokság indulása előtt? A fő célunk az volt, hogy megmaradjunk, mert nagyon, nagyon úgy nézett ki, hogy sajnos nem tudunk indulni a bajnokságba, úgyhogy ez volt a fő cél. A középmezőnyt céloztuk meg, tehát azt szeretnénk mindenféleképpen elérni, hogy egy ilyen 5.-6. hely legyen a végén. Kolics együttesében ezúttal mindenki kivette részét az eredményből, ugyanis a legfiatalabb lányok is játék lehetőséget kaptak a mérkőzés során. Tulajdonképpen az eredmény, a győzelem az egy pillanatig nem volt kétséges. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, elsősorban a védekezésünknek és a kapus teljesítményünknek köszönhetően elmentünk talán 6-0-ra is. Azt nem értettem, hogy az egyik legjobb emberünk, a Dospod Adrien, még akkor is, ha volt csapata ellen játszott, miért izgulta túl ezt a mérkőzést. Az ő góljai hiányoztak, pontatlan volt a játéka, és annak is nagyon örülök, hogy a legfiatalabbak a mérkőzés második fél idejében lehetőséget kaptak, és élni is tudtak vele. Nagyon nagy szükség van erre, hiszen a kalocsai csapat standard játékosai rövid kispadot alkotnak. Hát igen, de talán ez a mérkőzés igazolta azt, hogy azért már egy-két cserét tudtunk végrehajtani. A mérkőzést egyébként a mai napon a Babett vitte a hátán, az alföldi Babett. Nagyon fegyelmezett volt, kiszolgálta a társait, szervezte, irányította a csapatot, és a legjobbkor lőtte a góljait is. A lányok jelenleg 3 győzelemmel és 6 ponttal vezetik a tabellát, azonban a folytatásban egy nehéz ellenfér vár rájuk, méghozzá idegenben. Az NB1B-s Kecskemétnek az utánpótlás csapata. Ők bajnok esélyesként kiáltották ki magukat, szeretnének az NB2-ben játszani a jövő évben. Én úgy gondolom, hogy mi se vagyunk jobbak a többi csapatnál, de ők se nálunk. Tehát minden mérkőzésen minden előfordulhat, nyilván idegenben nehezebb lesz, de van esélyünk.
A hétvége a férfi csapatunknál is eredményes volt, ők szombaton a Kiskunhalas együttesét győzték le idegenben 23-31-re. Október 8-án került sor a Zöldfa utcai Tagovoda új ovisport pályájának hivatalos átadó ünnepségére. A beruházás az önkormányzat, a támogatást felajánló vállalkozás, valamint az ovisport közhasznú alapítvány összefogásából a társasági adótörvény által lehetővé tett sporttámogatásoknak köszönhetően jött létre. Nagy lépés kis cipőben. Ezzel a jelmondattal végzi munkáját az ovisport közhasznú alapítvány, melynek segítségével valósulhatott meg a Zöldfa utcai Tagovoda új multifunkciós műfüves pályája. Az új létesítmény átadó ünnepségén az intézmény vezetői mellett jelen voltak az önkormányzat munkatársai, Kalocsa város polgármestere, az ovisport közhasznú alapítvány elnöke és a KSE kézilabda szakosztályának tagjai is. A köszöntő beszédek sorát Katus Györgyné kezdte, aki örömét és köszönetét fejezte ki a beruházással kapcsolatban. Ez a mai nap egy rendkívüli, úgymond rendhagyó ünnep a számunkra, mert az Zöldfa utcai Tagovodában hivatalosan is átadásra fog kerülni az ovisport alapítvány által támogatott sportpályának, úgymond az üzembe helyezése. Nagyon nagy öröm ez egy óvodának, amikor olyan létesítménnyel bővülhet, amely a gyerekeknek a mozgás fejlődését segíti elő, hiszen tudjuk, hogy az iskolai tanuláshoz a mozgáson keresztül tudjuk a legtöbb segítséget adni a gyerekeknek. Bármilyen lemaradása van egy gyereknek, minden fejlesztés alapja a mozgás. Mindig oda nyúlik vissza mindenféle terápia, amit készítenek. Külön nagy dolog ez, hiszen ez egy lakótelepi környezet, ahol a lakótelepi lakásokban korlátozottan tudnak a gyerekek mozogni. Habár tudjuk azt, hogy nem csak a lakótelepről érkeznek ide gyerekek, viszont az ide érkező gyerekeknek egy jelentős százaléka hátrányos helyzetű közegből érkezik, ami azt jelenti, hogy bizony számukra a hátránykompenzációnál az, hogy a mozgás milyen örömet és sikerélményt adhat, az egy nagyon jelentős feladat a pedagógusok részéről, hiszen lehet, hogy a tanulásban nem fog kiváló teljesítményt nyújtani, de a sportban meg nagyon jó teljesítményt nyújthat, és ehhez már itt az óvodában el tudjuk kezdeni, úgymond az alapozó szintet, az alapozó szakaszt. És hát miután a torna termünk mérete nagyon korlátozott, talán azt is mondhatnánk, hogy tornaszoba, ez nagyon jól ki fogja egészíteni ez a sportpálya a mozgás fejlesztéshez szükséges lehetőségeinket, és hát külön hozzá az eszközöket. Az intézmény vezetőtől dr. Bálint József vette át a szót, aki elmondta, hogy a városvezetés kiemelten fontosnak tartja, hogy segítse és támogassa az önkormányzat intézményeiben járó fiatalok fejlődését, fejlesztését. Egy kis történeti áttekintést adnák nagyon röviden. Az Ovisport Közhasznú Alapítvány 2017-ben pályázatot írt a Nemzeti Ovisport Program néven, amelynek keretében a pályázatot lehetett bejutani sportpálya telepítés, eszközbeszerzés, képzés, rendezvény és program megvalósítása. Kalocsa város önkormányzata már 2017 márciusában döntött arról, a Zöldfa utcai óvodában egy mini multifunkciós pályát megvalósít, erre pályázatot nyújt be önkormányzatunk ugye az alapítvány fele. 2017. december 5-én érkezett a visszajelzés a pályázatunkat, a kedvezményezett között fogadták el. A projekt fizikai megvalósítása azonban csak 2018 nyarán történt, az Zöldfa utcai óvoda udvarán telepítésre került egy több mint 12 millió forint bekerülési költségű multifunkciós műfüves sportpálya, amelyhez Kalocsa város önkormányzata 3,8 millió forint önerőt biztosított. A pályáztartozó eszközkészletes átadásra került, továbbá megtörtént az óvónő képzés is, a pályázat szerves részét képezi, így biztosítva a sportprogram megvalósulását. És itt szeretnék csatlakozni vezetőgonőhöz, hogy igen, az önkormányzat kimondottan előnyben részesíti a saját intézményünknél levő fiataloknak a fejlesztését, fejlődését, hiszen már csak az bölcsődés az óvodai, de természetesen az iskolákra is odafigyelünk, hiszen független attól, hogy nem a mi kezelésünkben van,
a mi gyerekeink, illetve a környék gyerekei járnak oda, és mindent tőlük elhető támogatást megadunk őnekik is. Tehát valóban a nevelésnek egy fontos eszköze, a mozgásnak egy fontos eszköze, sport szeretetére pláne. Annál is inkább, mert mondtam elnök asszonynak, hogy van egy sportiskolánk is, tehát mindegy biztosítjuk az utánpótlást különböző szakosztályok részére, hiszen az iskola előtt itt a tavalyi folyamán. Dr. Bálint József elmondta azt is, hogy az alapítvánnyal a jövőben is szeretnének együttműködni, hiszen egy a Zöldfa utcaihoz hasonló pályát akár egy másik oldalban is meg lehetne valósítani. Nagyon nagy öröm számomra, hogy először Kalocsára is el tudtuk hozni a Nemzeti Jogi Sportprogramot. Külön szeretném megköszönni én is polgármester úrnak, és természetesen a helyi képviselőtestületnek, az önkormányzat minden tagjának, hogy egyöntetően támogatták a pályázatot és biztosították a pályázathoz szükséges önrészt mértékét, ami ugye 3.850.000 forint volt. Ha ennyire pontosítjuk a számokat valahol, akkor nagyon fontos kiemelni, hogy ebben az önrészben nem csak a pálya van benne, hanem ahogy polgármester úr is említette, az eszközkészlet, az óvodapedagógus képzés és a teljes program megvalósításnak a körülbelül 30%-át fedi le ez az összeg. A másik 70%-ot pedig alapítványunk a társasági adó felajánlásból teszi mellé, és itt szeretném megköszönni azoknak a cégeknek a társasági adó felajánlásukat, akik kifejezetten úgy ajánlották föl, hogy Kalocsán ebben az oldalban valósuljon meg a pálya. Ugye a jogszabály nem teszi lehetővé azt, hogy reklámozzuk ezeket a cégeket, de annyit elárulok, hogy voltak helyi cégek, akik kifejezetten nagy örömmel fogadták ezt a lehetőséget, és azt gondolom, hogy amikor ezt a jogszabályt megállapodta a jogalkotó, akkor ez volt a szándéka, hogy a helyi önkormányzat egy sportszervezettel közösen és a cégekkel közösen tegyen azért, hogy a helyi utánpótlás nevelés az jó irányba fejlődjön, illetve maga a sportprogram és a TAO program a legkisebb generációhoz is el tudjon jutni. Ezt a feladatot vállaltuk mi annó 2011-ben magunkra, amikor Duzánszky Jenő megalapította az Ovisport közhasznú alapítványt. Számos sportszövetséggel működünk együtt, annó még ovi fociként indultunk, később viszont több szövetség is megkeresett minket, hogy dolgozzuk ki az óvodás sportprogramjukat, így csatlakozott hozzánk a kézilabda szövetség, ővelük folytattuk a labdarúgó szövetség után az együttműködést, és nagyon nagy örömünkre hihetetlenül jó kapcsolat alakult ki a Magyar Röplabda Szövetséggel. Először, megmondom őszintén, alapítványunk is kétkedve fogadta, hogy hogyan fogják az óvodások beemelni a röplabdát, hogy fogják-e szeretni, tudják-e játszani ezt a játékot, de hála Istennek nagyon profi szakemberekkel hozott engem össze a sors a Röplabda Szövetségnél, és külön öröm az, hogy a mindenki által mélységesen tisztelt dr. Kocsis Attiláné, Gabi néni is szárnyai alá vette a programot, és ugyanaz azon elvek alapján, ahogy Buzánszky Jenővel el tudtuk indítani az Ovi foci programot, ugyanezen elvek alapján Gabi nénivel is el tudjuk indítani az Ovi röpi programot, pontosabban tovább tudjuk fejleszteni azt, ami elindult, és hát majd fogják látni, hogy a gyerekek mekkora szeretettel, örömmel és lelkesedéssel fogadják a röplabdát már ebben a kiskorban. Úgyhogy én szeretném itt megköszönni a Magyar Röplabda Szövetségnek is a támogatását és az együttműködését. Tőlük kaptuk a tavalyi évi határozatot, amelynek köszönhetően ez a létesítmény is itt megépülhetett. Alapítványunkról, ahol először járok, néhány mondatot mindig szoktam ejteni. Ugye azt elmondtam, hogy Buzánszky Jenő nemzet sportolója, valamikori aranycsapat jobb hátvédje alapította azzal a céllal, hogy intézményi kereteken belül meg tudjunk valósítani egyfajta sportás specifikus testnevelést. Én azt gondolom, hogy már elhangzott itt az óvodapedagógusok részéről, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekkorban a mozgás, hogy a mindennapos testnevelés az meglegyen, ezt még kicsit sportás specifikussá tettük, de játékos formában, ugye a játékos testnevelés alapjaira építettük fel a teljes sportprogramunkat, biztosítjuk az esetlegesen hiányzó infrastruktúrát, vagy a meglévőt egészítjük ki, és ugyanakkor ugye egy olyan óvodapedagógus képzést is hoztunk, amelynek keretében a pálya és az eszközkészlet szakszerű használata elsajátítható. Így indultunk el ezzel az ötlettel Jenő bácsival közösen. Egyébként Tatán találkoztam vele 2010-ben egy sportpálya átadó ünnepségen életemben először, akkor még nem gondoltam volna, hogy ilyen sok pályát fogunk utána közösen
átadni. Mennyi is ez a szám? Ez a 306. sportpálya átadó ünnepség, amiben vagyunk, de ami helyi szinten érdekes azon túl, hogy ez az első itt Kalocsán, a megyében a 8. pályát adjuk át, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog ez, hiszen nagyon sok város, nagyon sok település, nagyon sok falu van ebben a megyében, és összesen 8-ban helyeztünk még el pályát. Lesz még 2 átadó ünnepségünk ezen kívül, tehát az egész megyében összesen már 10 darab pálya található, de ez most itt a 8., amit átadunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy nyugodtan érezheti, kitüntetetnek magát az óvoda is, hogy sikerült ebbe a programba így bekerülni. Mi dolgozunk azon, hogy minél több legyen, és az önkormányzattal, illetve a helyi cégekkel szorosan tudjuk tartani a kapcsolatot, és ennek köszönhetően minél több pálya épüljön. A pályáról még annyit érdemes tudni, de ezt meg fogjuk látni, hogy kifejezetten az óvodáskorú gyermekek méretigényeihez alakítottuk ki a pályát, nem csak TÜV sportpálya szabványoknak, hanem a TÜV játszótéri szabványoknak is megfelel. Ugye nagyon fontos, hiszen az óvoda udvarára nem lehet olyan pályát telepíteni, ami a játszótéri szabványoknak nem felel meg. Ez kifejezetten úgy lett kitalálva, hogy ötvözi a sportpálya, a játszótéri eszköz és az oktatási eszköznek a funkcióit. Ez volt az az ötlet, ez volt az az innováció, amelynek köszönhetően alapítványunk 2013-ban elnyerte a Magyar Termék Nagy Díjat, és ugyanebben az évben az innovációért nívó díjat is megnyertük. Idén pedig ugyanezen értékek véget nyertük meg az érték és minőség nagy díjat, ez most 2018-ban vehettük át ezt a díjat. De még annak a Magyar Termék Nagy Díjat Buzenszkénő bácsi vette át a parlamentben, és akkor úgy fogalmazott, hogy innentől kezdve ez most már nem csak azoknak az óvodáknak, azoknak a gyerekeknek és önkormányzatoknak a büszkesége, akik ilyen pályával rendelkeznek, hanem minden magyar állampolgári, hiszen sikerült egy olyan világszinten egyedülálló sportprogramot kidolgozni, amely ezekből az elemekből áll, és amelyben a pálya is egy ilyen magyar termék, magyar innováció. Én nagyon szeretném megköszönni, hogy meghallgattak, és az alapítvány nevében köszönöm, hogy itt is tehetünk egy nagy lépést kis cipőben. Az ünnepi köszöntőket követően már a gyerekeké volt a főszerep a délelőtt folytatásában, akik egy rövid műsorral fejezték ki hálájukat az új építményért. Végül az ünnepélyes szalagátvágást követően a Zöldfa utcai óvodások azonnal és nagy örömmel birtokba is vették a tucatnyi eszközzel felszerelt ovi sportpályát. Az év első 9 hónapjában majd 2 tucatnyi versenyen, vidéki edzőtáborokban és övvizsgákon is részt vettek a Kisdunamenti Judo Sportegyesület ifjú növendékei. Az eredményekről a szervezet elnöke számolt be televíziónknak. Kicsi a bors, de erős. Ezt már többször hallhattuk az elmúlt években a Kisdunamenti Judo Sportegyesület kapcsán. Ez pedig nem véletlen, ugyanis a szervezet sportolói az év első 9 hónapjában majd 2 tucatnyi versenyen már bizonyítottak nem mindennapi eredményeikkel. Eddig 23 versenyen voltunk ebbe az évben, tehát 2018-as évben, ami nagyon soknak számít. A versenyzőink nagyon jó eredménnyel dolgoztak, 2 diákolimpiai bajnokunk lett ebbe az évben. A Csilla már 2-szeres, ugye megvédte a tavalyi címét, ő 2-szeres, Noémi lett még a másik diákolimpiai bajnok. Most épp a hétvégén volt az U23-as magyar bajnokság, ott mind a 2 lány, Noémi és a Csilla is harmadik helyen végzett, tehát érmet hoztak az országos bajnokságról. Különböző ORV-ken vagyunk túl, ővelük arany, ezüst érem. Itt kicsit kielemeztem eddig ebbe az évben, 12 puskázom, 12 aranyérem, 12 ezüstérem, 13 bronzérem van, 7. hely. Tehát nagyon jó mérleggel zártuk ezt a 2018-as évet. Igaz, még nem zártuk, mert még van egy olyan 20 verseny még előttünk. Ebben van a csapatbajnokság, ahol a lányok ki vannak érve is, és még mennek szerepelnek. Hogyan tudtok felkészülni ennyi versenyre? Tudtatok-e például a nyáron edzőtáborokba menni, egy kicsit megturbozni ezeket a felkészüléseket? Hát igen, ez is éreztem, hogy elég tartalmas év van mögöttünk. Tehát mi nyáron egyáltalán nem pihentünk, majd 40 napot voltunk táborba. 3 táborban is voltunk, elég komoly táborban. Voltunk ez a Gyomendrődön, voltunk Baján, ez egy nemzeti tábor, ott több mint 500 fő volt jelenetben a táborban. Szintén utána voltunk Szanazugon, Szolnok mellett van szintén egy nagyon komoly acéltábor. Ungvári Miklós olimpiai bajnok ezüstérmes is megjelent, egy napot tartott edzés, felkészítést a fiataloknak. Emellett felkészítő táborunk volt 2 hete, ővizsgáztattunk, tehát elég mozgalmas, meló volt ez az év.
És ugye itt említetted a lányok kiemelkedő szereplését, hogyan tudjátok úgy összehangolni az edzéseket, hogy ugye ők is megkapják a megfelelő felkészítést, és ugye azokkal is tudj foglalkozni, ugye, akik esetleg fiatalabb korosztályokban, vagy mondjuk kevésbé a versenysportnak, inkább a hobbi sportnak szeretnék szentelni az idejüket. Hát igen, ez a kérdés, vagy ez a feladat, ami nagyon nehéz, mert egyedül vagyok. A lányoknak heti 6 edzése van már, ami még így is kevés. Emellett az utánpótlásra is erőt és energiát kell fordítani. Nagyon nehéz összeegyeztetnem, de megpróbáljuk megoldani. Az is segítség, hogy Kalocsán van egy objektum, ahol tudunk edzeni, egy szülői felajánlásból, hála jó Istennek, és itt a versenyzőkkel tudunk készülni elég komolyan az elkövetkező versenyekre. És hát ugye szeptember tulajdonképpen mindig a taktoborzásról szól, hiszen ugye jönnek az óvodákba, iskolákba az új gyerekek. Van-e lehetőség hozzátok csatlakozni, és hogyha igen, akkor hogyan tehetik ezt meg az érdeklődők? Igen, van hozzánk lehetőség csatlakozni. Hát elsősorban Fogtőn vagyunk, ugye mi Fogtőn Egyesület vagyunk, Fogtőn edzünk hétfőn és csütörtökön 6-tól 7-ig. Ott mindig megtaláltók vagyunk, ezen kívül ugye Kalocsán most bontogatjuk szárnyainkat ebbe az említett terembe. Itt még nem teljesen állt föl a teremnek a struktúrája, és itt még nem nagyon tudunk fogadni fiatalokat, próbálkozunk vele, de még egy kis időt ez még elvesz. Toborzunk az iskolánkba, járjuk a tartunkbemutatókat az iskolánkba, de még a teremnek az elkészítése még folyamatban van. És akkor kanyarodjunk kicsit vissza ide a lányokhoz. Ugye nagyon-nagyon sok versenyen szerepeltek már az évek során. Ők tervezik-e, hogy esetleg máshol folytatják, hiszen ugye itt most megkapták az alapokat, nyilván elérnek egy bizonyos kort, most ahhoz, hogy nagyobb világversenyeken tudjanak esetleg szerepelni, benne van a pakliba, vagy esetleg máshol kell nekik folytatni, akár tovább tanulást, vagy az edzéseket más szervezetnél? Nem hallottam ilyen igényt felőlük. Én próbálom, és az Egyesület próbálja minden maximálisan kiszolgálni az ő igényüket. Mind a két lány tagja a nemzeti válogatottnak. Tehát Csilla és Nomi is válogatott kerettag, minden kedden Budapestre viszem őket keretedzésre, ez mellett ahol tudom, Bajára, küzdelmérzésre megyünk, tehát azért muszáj mennünk, hogy a megfelelő partner létszámot tudjam biztosítani, és ezáltal még nem kívánnak elpályázni tőlünk, én legalábbis nekem nem szóltak róla még. Mi volt a legnehezebb feladat itt a 2018-as évben, melyik volt az a legszebb eredmény, amire azt gondolt, hogy igen, sikerült fölkészülni, és úgy szerepeltek a versenyzők, ahogy azt tervezted, vagy szeretted volna? Hát igazság szerint minden versenyre maximálisan készülünk. Én azt gondolom, hogy a Diák Olimpia volt az egyik az a verseny, ahol mind a két versenyző nagyon profi módon helyt állt. Nagyon ügyesen megoldották a feladatot, ez egy nagyon szép eredmény a Diák Olimpiai bajnoknak lenni. Ez mellett azért meg kell jegyeznem, hogy azon a versenyeken, amelyeken részt vesznek, mindenhonnan majdnem éremmel jönnek haza. Tehát azt gondolom, hogy benne vannak abba a top 15-ös, 20-as színve, ahol jegyzik őket. És akkor beszéljünk egy kicsit a többiekről. Vannak-e esetleg olyan fiatalok, akik nagyon ígéretesnek mutatkoznak? Így van, tehát ezért próbáltam, hogy erre célozni az utánpótlásra is időt kell folytani és energiát. Mi próbálunk inkább a minőségi judóra menni, és a mennyiségi judóra, tehát a versenyzői szinten. Van egy Balogh Pisti, nálunk egy diák kategóriás versenyző, most egy serdülő jövőre, ő nagyon-nagyon jó eredményekkel versenyez, most már egyen magasabb szinten is versenyezhetünk ebbe az évben. Második helyezett, harmadik helyezett, Euróligán ötödik helyezett lett a Pisti. Ákos, Medics Ákos, aki ő egy kisebb kategóriás versenyző, tehát korcsoportban, tehát ő diák B-s, ő bontogatja szárnyait, de egy eléggé ígéretes tehetség, és a munka majd meg fogja hozni a gyümölcsét. Őnek is van már sok érme, tehát Ákosnak is. És esetleg a kicsiket, hiszen ugye nagyon sok sportágnál ugye nagyobb óvodásoktól kezdődően építik be a gyerekeket, hiszen ugye onnantól érdemes velük foglalkozni, hiszen akkor tudnak ők is úgy koncentrálni. Motiválja ezeket a fiatalokat, a kis óvodásokat, iskolásokat, hogy látják ezeket a nagyobb sportolókat, hogy bizony nagyon-nagyon szép eredményekhez érnek el? Hát motiválja őket, és motiválná is őket. Az a nagy probléma, hogy nagyon nagy az elszívó erő, a többi sportág nagyon, nagyon erőteljesen tud dolgozni ebbe a dologba.
nagyobb anyagi forrással rendelkeznek, nagyobb bázisból tudnak meríteni. A judó ez egy kicsit olyan kis kötöttebb sport, nem mindenki ismeri, és nem mindenki tudja, miről szól, de aki látja és aki eljön az edzéseinkre, azok úgy megszeretik, és vannak kicsieink is, 4-5 éves gyerekek, iskolaprogramban részt veszünk, tehát próbálunk, csak nehéz őket bent tartani ugye a sportban, mert ez nagyon-nagyon az elszívó erő. És akkor beszéljünk egy kicsit még az év hátra lévő részéről. Mondtad, hogy nagyon sok verseny lesz még. Mik azok a nagyobb megmérettetések, amik még előttetek állnak? Hát lesz még egy másodosztályi magyar bajnokság, tehát egy felnőtt magyar bajnokság. Budapesten, úgy tudom, Budapesten vagy Cegléden, nem vagyok benne biztos, hol lesz most. Az lesz még, a csapatbajnokságok vannak, ifi, junior, felnőtt, másod, harmadosztály csapatbajnokság, és a tavalyi évhez is hasonlóan már kikérték a lányokat előre, volt itt már februárban lefoglaltak, hogy igazoljanak addig az ő csapatukba. Ez egy elég komoly verseny szokott lenni, ez a csapatbajnokság, nagyon nagy milliója van, és van érdekesség, és az áll még előttünk igazság szerint. És egyébként milyen csapatok azok, akik viszik a lányokat? Tavaly egész végig a Cegléd csapatával versenyeztünk, ugye a Muhár Miklós csapata. Ebben az évben ők nem jeleztek, ebben az évben a Mogyi Baja, ő is egy másik nagyon erős csapat. A Mogyi Baja kérte ki a Csillát, ez mellett a Békés Csabai BMK-nó kérte ki a lányokat. A sok verseny és edzés mellett az Egyesület egy esélyegyenlőségi programhoz is csatlakozott az elmúlt időszakban. A kormányzat indított egy programot, egy esélyegyenlőségi programot, ez hátrányos helyzetű gyerekeknek a sportba való beintegrálásáról szól. Tehát még egyszer mondjuk, hátrányos, tehát nem rosszállás, hanem hátrányos helyzetű gyerekeknek a sportba. Ebbe a programba az Egyesületünk, mi bekerültünk, ebbe benne vagyunk egy munkacsoportban én is. A kormányzatnak kell előkészíteni egy bizonyos csomagot erre. Ez mellett tagja lettünk a Honvédelmi Sportszövetségnek, amelynek szintén a judó az egyik fölkészítő eleme, őt vették be, a judót vették be az ő programjukba. Ebbe is folynak munkák, térségben majd elkövetkezőleg próbálunk ebbe is bekapcsolódni, hogy a sportszövetségbe toborozzunk fiatalokat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, magazinunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. További szép estét, kellemes televíziózást, viszontlátásra!